Doki! Egy szót sem. Doki! Doki, én vagyok az Márton. Nem mondd a neved, nem mondd semmit. De Doki, értse semmit már, se láttál, értsd? Segítenie kell! Sem! Sem legyen! Olvasni fogok a gondolataidban. Lássuk csak, hogy te messziről jöttél. Igen, éppen ez... Nem mondd semmit! Azt szeretnéd, hogy fizessek elő a Saturday Evening Postra. Nem! Egy szót sem! Megmondtam, hogy egy szót sem! Hallgass! Pénzt gyűjtesz. Azért jöttél, mert adományokat gyűjtesz a parti őrség segély alapjához. Doki! A jövőből érkeztem. Egy időgép segítségével, amit maga talált fel. És csak is maga segíthet abban, hogy visszajussak 1985-be. Magasságos ég! Tudod te, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez az Isten verte szerkentyű fapatkát sem ér! Doki, segítenie kell! Maga az egyetlen ember, aki tudja, hogyan működik az időgép! Időgép? De hát én nem találtam fel semmi ilyenfélét. Jól van, ha kell, bebizonyítom. Nézze meg a jogsimat. 1987-ben jár le. Nézze meg a születésem időpontját. Még meg sem születtem. Na és... Nézze meg ezt a képet. A bátyám, a nővérem és én. Nézze meg a trikót, Doki. Ez 1984-es osztály. Rettentő gyönge hamisítvány, hiányzik a bátyád haja. Az igazat mondom, Doki, miért nem hisz nekem? Akkor mondd meg, jövő fiú. Ki az Egyesült Államok elnöke 1985-ben? Ronald Reagan. Ronald Reagan? Az a pojáca? Akkor ki az alelnök? Jerry Lee Lewis? És Jane Wyman az elnök felesége? Várjon, Doki! És Jack Benny a pénzügyminiszter? Várjon, hallgasson! Elég volt a rossz viccekből ma estére. Jót szakát, jövő fiú! Várjon, Doki! Egy csepp van a homlokán. Tudom, hogyan szerezte! Elmondta nekem, mi történt. Felállt a WC-re, hogy felakasszon egy órát, közben megcsúszott és beütötte a fejét, és akkor hirtelen megálmodta a fluxus kondenzátort, és... Ez az, ami lehetővé teszi az időutazást.